Hát akkor egy újabb témát dobunk fel. Nevezetesen titkok földön és égen, ezt a címet adtam ennek. Gyakorlatilag egy kis tartalomérzék lesz majd mindjárt. Bizonyítékokat szeretnék bemutatni az idegenekről. Ugye hát ilyen szép reményű aranyos csillagok ezek, de nem csak ilyen van, nagyon sokféle van. Nézzük meg a tartalomjegyzéket, hogy miről lesz szó. Ugye alapvetően többféle témát fogok tárgyalni, itt az Orion csillagkép, ott az élet magja, de hát az nem az, hanem a központi csillag vagy nap. Aztán a Rosszén kápolnáról is lesz szó, a Stonehenge-ekről lesz szó, különböző csillagképek, illetve szó lesz azokról a jelekről, amik a Föld különböző pontján található. Itt a dogonoktól kezdve, és a legalsó rész az a zöld orosz céhez hasonló, de nem így néz ki az orosz cé. Ez a... Így van. Igen, figyelünk. Én nem zejpítek, de ti. Gyakorlatilag ez egy megépített jel volt. De hát akkor induljunk el, tulajdonképpen az Orion csillagkép, vagy a Plejádok csillagkép, amit ott jobbra lehet látni, másik az Orion csillagkép. Ugye ezeket a Földön nagyon sok nyom és bizonyíték van. Ez az a úgy lent, mint fentre, tehát ez az alsó, tehát a lent és a fönti háromszögelése gyakorlatilag erről szól. Ré napisten ugye ábrázolása egy napkorong van a feje tetején, általában az egyiptomi kultúrában azok az istenek, akik ide jártak, úgymond a napból jöttek. Ők nem a napból jöttek, csak szerencsétlenek, ugye a nap ugye fönt van, és itt lent azt lehet hinni, hogy hát onnan jönnek, hát ott a nap, akkor onnan jönnek, hát nem. De az ábrázolásukban ez jelent meg. Ez az, amiről én ma beszéltem már, de most örülök, hogy itt meg is tudom mutatni. Gyakorlatilag a Plejádok csillagkép van fönt, tehát a három szögnek, amit itt az előbb láttunk itt alul, a jobb oldali felső rész, ez a Plejádok, a bal oldali Ré napisten lakhelye, ott középen, és itt pedig alul az Orion öv, és majd innen lehet látni. Tehát a Ré napisten innen jön, és ennek van egy rendes, mai csillagászok által rögzített száma, itt ennek csak száma van. Na, ez a központi csillag, és nézzük meg, hogy ez a központi csillag gyakorlatilag a Plejádok csillagképe, illetve bal oldalt az Orion öv, a kettő egy pontban metszi egymást, ha meghosszabbítanánk annak a rudját, ennek a tengelyét, akkor egy pontban, és ez az a csillag, aminek ugye négy bolygója van. Először nézzük meg ugye, hogy az Orion övet ugye szimbolikusan így építették a három nagy piramist, egymás mellett Gízába, és ez az Orion öv fölülről nézetbe ugyanígy el van tolva, tehát ilyen ferde síkba, azonban az egyik él az mindig éjszakra néz, éjszakra mutat. Na, itt van fölülről lehet látni. Gyakorlatilag a három csúcs az eredetileg aranyból volt a teteje, egy arany piramis, kisebb piramis, hát kisebb relatíve, de ezt ma már ugye leleményes arabok elvitték, de most már csak rabok, mert ugye a büntetés nem maradt el. Nézzük meg a Plejádok csillagképe, szintén azért érdekes, mert itt vannak ott középen van, kvázi a középső íven van egy pötty, az a Targetoniak, az most, ugye legutóbb Finnországban voltam egy nemzetközi konferencián, és ott gyönyörűen elmondták, elmagyarázták, hogy a Targetoniakkal állnak kapcsolatban. Az űrhajóik, amivel itt köröznek körülöttünk rendszerességgel, az olyan 1700 méter, tehát már 1,7 kilométer hosszú, és ők felelnek szűken a Föld nevű bolygóért, hogy itt kvázi atomrobbantást nem nagyon tudjanak végrehajtani, de többet megakadályoztak már eddig is. És léteznek az úgynevezett Orioniak, meg a Siriusiak. A Siriusiaknak csak az egyik űrhajójáról, ha emlékeztessek, mindenkit már egyszer beszéltem róla,
az gyakorlatilag 800 km hosszú, 330 km széles, és 52 km vastag vagy magas. Hát el nem mondanám, hogy itt el tudjuk képzelni, hogy gyakorlatilag egy Magyarország úszik a levegőbe ezerrel. Tehát nehéz felfogni. Nézzük meg, hogy az isteneknek ugye mondták is, hogy két napjuk van. Ott láthatok középen az a két pötty, a DNS mellett az a két sárga pöttyöcske. És a bikacom, vagy plejádok csillagként, mert ahhoz hasonlítják, azért mutatja, ez egyébként az egyiptomi falakon látható színes relikviákon lehet látni. És itt bészt lehet látni bal oldalt, ezt a vízilószerű állatkát. Ő vigyáz a különböző dolgokra, mint például a különböző szervekre, ami a halottakból kiszednek, és akkor egy ilyen lecsöpögtető edényre teszik, és utána pedig berakják, bezárják egy edénybe. És ő ezért felel meg a gyógyászatért és az egészségért. Aztán ugye a Hórusz ott egy ilyen nyilat a bika szarva felé tartja, nem véletlen, majd erre külön kitérek. A lényeg az, hogy a Sirius csillagkép itt bal oldalt, és a Taurus, a bika csillagkép szeme az Aldebarán bolygó, óriási, hatalmas bolygó, és ez a három egyben az Orion övet mutatja, illetve arra irányul mindkét oldalról, tehát egy kijelölő pont, inkább úgy mondom. Itt lehet látni például Abuszírba a naptemplomát, ott az, oda, ahol van írva, az ott van, és a két rom, ami itt középen látható, a sivatagos része, és Abuszírba pedig itt vannak a piramisok körbe. Jobb oldalt lehet látni alul, ahogyan valójában elhelyezkednek, tehát ez a plejádokat jelöli ki, és mivel olyan combformájú bikacomnak, hát csak mondják, plejádok vagy fiastyúk csillagkép, mert hogy az egyről beszélünk. Nézzük meg, hogy Medinában, a templomban lehet látni több ilyen napkorongot, amit itt lehet, és ilyen égi hajókat ábrázoltak, hogy ezeken érkeztek ide az idegen istenségek, és aztán ruházták fel az embereket mindenféle tulajdonsággal. Denderában látható ez egy ilyen kőlap, amin arról, amiről beszéltem most, itt egyben megvan, megtalálható. Itt vannak a kilenc istenség alul, fölül ott a bika, illetve a bika comb, rámutat, ugye a lába rámutat arra a bolygóra, onnan Ré napisten érkezett. Tehát ezeknek nyomai vannak, illetve fölötte van a napkorong, és az Orion öv, itt a Ré, egy kicsit csúszás van benne, gyakorlatilag ugyanarra a középső, annak a Obelixnek a csúcsán lévő pötty, azaz, ahonnan az idegenek jönnek. És körbe csillagokat lehet látni végig, és azok az ábrák, különböző fokolási, ezek a körök, ezeket különböző fokolással mind-mind más dolgot árul el, ilyen naprendszeri utazások és egyéveket, de szimbolizálja szintén a ma már hallott élet virágát is. Itt van, hogy jobban lehessen látni, a tetején az a világító, olyan fényárban úszó kis korong, az maga, az a speciális földön kívüli úgymond bolygó, amit az előbb mutattam, hogy négy bolygó van az a nap közül, nap körül, a napjuk körül. És itt van Ré napisten szintén, aki nem véletlenül mindig napkorongot ábrázolnak, de mondom, ennek nem úgy van köze. Na ez az, amiről beszéltem, hogy a Szeremú Csíriában találtak egy kőből készült csillagtérképet, ez pedig a Tutankhamonnak, illetve a Hatshepszut fáraónőnek től egy olyan 150-200 méterre van egy ilyen kis Szeremú sírhelye, ahol gyakorlatilag ezt a kő csillagtérképet találták. Ott van, láthatjuk ott a kereszt, látjuk ott a kereszt, az a Sacred Cross, ugye? Az, amiről beszéltem, az a speciális, amikor bizonyos időben december 24-én eltűnik a horizontról, és majd előjön, amikor úgymond újjáéled, tehát tavasszal, 70-74 nap múlva.
itt láthatok ezt a koncentrikus kör, amelyik szintén az idegen ahonnan érkezett. Látható ott három darab csillag, így rézsút, azt látjuk ott jobb oldali részen, na hát ez az Orion övnek, és itt pedig balról a Plejádok csillag képét lehet látni. Na most ez nagyon sok civilizációnál megtalálható, majd mutatok is, itt szintén ugye a hét Plejádokot, itt nem ábrával, hanem hét számmal, halljuk hét, megint hét, hét olyan bolygója van, gyakorlatilag, és a napból pedig, tehát megint az a megvilágosodás. Szenedzsennek van négy fia, vagy négy fia volt, és abban lehetett ezt találni, ezt a szépen festett ábrát, illetve ezt időnként újra szokták bezárni ezeket a helységeket, mert a látogatóból a széndioxid, amit kilejelünk, a színeket eltompítja, akkor bezárják, mit tudom én, egy fél évre, és akkor mivel ez utána megszűnik, akkor újra visszanyeri a színét. Tehát azért tudtak valamit a festékről is, nem? Egyrészt, hogy mai napig is meglegyenek. Hát itt van ugye a négy fia, és hát jobb olást kívánok. Angliába ugrom most hirtelen, nem véletlenül, mert hogy Angliában léteznek a Stonehenge-ek. Na de mi közel a Stonehenge-nek most őszintén az Orion csillagképhez? Hát nagyon sok. Eleve a Stonehenge-ek ugye Angliában, Stonehenge-eket mondtam, nem nyelvbotlás volt. Én mikor kint jártam, 16 darab Stonehenge van. Most akkor kérdezem mindig, hogy melyik a Salisbury érdekes, az Aver, hogy melyik? Melyik érdekes? Hát ugye a híres Salisbury-ben található az a legnagyobb, az a kő, de van többféle, majd fogom mutatni. Ugye ez a Stonehenge, a Salisbury. Itt a druidák szoktak úgymond szertartásokat és különböző ilyen szeánszokat tartani. Durván 7000 éves kultúrának tartják, és hát ugye ma már széttorták a köveket is, ugye. Mindenki csak egy kicsit vitt haza, azt alig maradt belőle. Na itt láthatók a Stonehenge-ek, Woodhenge, Earthhenge, de majd beszélek róla. Csak itt van mellette egy ilyen nagy tábla, ami név szerint, hogy melyik Stonehenge, vagy Woodhenge, vagy Earth plus Woodhenge, vagy Earth plus, tehát fa is, kőhenge-ek, tehát ezek kőkörök, tehát ezek nem egy van. De a világon én egyébként összegyűjtöttem nagyon sok anyagot, az egy külön a Stonehenge-ek, illetve a henge-ekről egyáltalán, hát rengeteg van. Rengeteg, de ezeknek majd most meglátjuk, hogy milyen feladatai vannak. Egy fölülnézetből itt látható ez a Stonehenge, ez az eredeti ugye az, a Salisbury-ben található. Láthatjuk ezt a két ilyen különleges formációt, egymással bizonyos szöget bezárnak, és középen pedig ott van egy asztalszerű valami. Ez majdnem olyan, mint a papoknak, ahol szoktak reggelizni, csak így hívom megpihálni. De hát az nem tudom, hogy náluk hogy hívják. Egyébként az egy Friedládának a mintázata, csak úgy jelezném, amit ők be nem vallanának. És előtte van a nagy oltári kép, ami nagyságot is jelent, és ugye onnan látták, amikor bejelentkeztek a projektorból az idegenek, szó szerint, csak ugye sokkal fejlettebb technológiával, akkor hát ez a saját képére alkotott minket, mint a tükörbe néznék. Tehát szóval innen van ez az eredet is. Na nézzük itt ezt a két különleges dolgot, és középen van egy felező egyenes. Az a napi egyenlőségnek a szimbóluma, és fönt, meg különböző szögekben megdöntve a különböző napi időszakoknak az idejét jelöli, de majd ezt jobban meg fogjuk érteni, amikor Vatikánba ugrunk a Szent Péternek a kezében kulcsal, Szent Péter kezében kulcsal. Nézzük meg, majd meg fogom magyarázni, csak itt már emlékeztetni szeretnék, vagy felhívni a figyelmet mindenki. A Stonehenge gyakorlatilag Salamon királynak egy pergamenre rajzolt ábráját, sokáig nem tudták, hogy mi a fene az, aztán sikerült megfejteni, hát erről szól az egész. Pontosan az, hogy az a térkép, ez kb. Egy ekkora lapocska, természetesen Tel Avivban őrzik, de hát arról szól, hogy az ottani
körök, amik itt láthatók, ugye ott egy két koncentrikus kört lehet látni, középen egy csillag van. Az egyébként az orioni ember, amit ott bent látunk középen, és az orioni embernek orioni öv van rajta, tehát az övének a ábrázolását tükrözi. Jobbra pedig lehet látni ugye napisten, Ré napistennek a lakhelyét, ami egy ilyen különleges kör, de nézzük csak meg, és közte a maga a bolygó, és nézzük meg, hogy ott a bal oldalén, gyakorlatilag ott a csillag középen, és ilyen dupla kör van, az a Stonehenge-nek a szimbolikus megjelenítése. És nézzük meg térben, hogyan néz ki, itt van a Stonehenge, nézzük csak, a sírkamrák vannak, itt ilyen neves gazdag embereknek a sírkamrái, a hét halom, vagyis a sírhalmok, ott valóban ott vannak, és annak a rúdja, az pont a Stonehenge-re mutat rá. Mert hogy a Stonehenge-ről viszont, majd középen fogjuk látni, meg lehetett ugyanúgy mutatni azt, hogy hol van az a középső pont, ahol az a csillag, arra mutat rá. Tehát gyakorlatilag itt a csillag helyére, mert ugye itt nincsen most már csillag, de pontosan, és ez az, amit mondtam, a HD 283-271-es, ez viszont pontos, az a csillag, ahonnan Ré napisten érkezett. És nézzük meg, hogy hol vagyunk? Angliában. Hát az egyiptomi buli. Hát nem csak. És nézzük meg, ott látható a Plejádok csillagkép, ahogy arra középső napra mutat, és ott van két kis kék pöttyöcske, és ha megnézzük itt legesleg alul, ahogy a Stonehenge maradék kövei vannak, jobbra is, kicsit fönn, meg balra is, ott van egy-egy kis ilyen pötty. Hát ez a felező egyenessel, az a napi egyenlőség pont felét jelöli. Tehát itt még a napi egyenlőség bolygóit is oda tették, egyébként a Szent Péter téler ugyanígy megvan, ott van középen az obelisz, gyönyörűen, és ahhoz képest két ma már, addig golyó volt, vagyis bolygó, ma már két ilyen, szökőkútszerű valami van, de az is a napi egyenlőség, és hát ez egy külön izgalmas, nem tudom, hogy ebben most benne lesz, ha benne lesz, akkor végigmagyarázom, mert így fejbe elmondani elég nehéz, hogy vizuálisan lehessen érteni. Gyakorlatilag ma már ugye nem lehet megközelíteni a Stonehenge-t, mert nem lehet haza egy darabot belőle, és most már sokat hazavittek. Itt a maradék rész egyébként egyesével ilyen 7-10-20 tonnás kövekből állnak. Egyszer a rezgéseknél beszéltem róla, ezek zenélő vagy éneklő kövek, hát így hívják. Gyakorlatilag a megütik, gyönyörű szép hangokat ad, mindegyik kő más-más hangot. Egyébként innen származik, hogy a kupola elmélet, ami azt jelenti, hogy a templomokban ugye gyönyörű visszaverődési hangok vannak, ide nem kell. Ide elég volt a tetejére ezek a keresztkövek, és bezárják a hangot, nincs fedele. És nem megy ki belőle a hang, jó, ha lehet azért hallani, de alapvetően, és itt szokták a vallási rituálékat a druida, most is rendszeresen, kivételesen ezeknek megengedik, hogy itt ezt megtartsák ezt a rituálét folyamatosan. Na de léteznek úgynevezett wood vagy fahengyek, vagy fakörök. Gyakorlatilag Észak-Anglia területen lehet ezt látni, és azon, amit mutattam, az a térkép, síkot kiálltak, ott ezek jobbulást. Ezek a különböző hengyek, vagy attól függ, miből csinálták. Itt ez fából. Itt van például szintén ez a Darlingtoni híres Stonehenge. Ez gyakorlatilag ez nem stone, ez woodhenge, tehát fákból levert cölöpök. De itt ugyanaz a lényeg, meghatározni az égtájat és meghatározni azt a csillagot, ahonnan érkeztek. És akkor megint csak a tavaszi őszi napi egyenlőség. Ezeket mind-mind ábrázoltak, ezek kimutatható volt. Itt van közelről egy Wiltshire-i ilyen woodhenge, tehát fahenge, fákból. De mondom, ugyanez a feladata és a szerepe. Nézzük meg, hogy milyen volt, ez ma már nincs, ez a Stantoni,
nincs már középen meg, az árok minden megvan, de középen ilyen szorosan és sorba álltak ezek a fák gyakorlatilag, mondom, tájolási, és itt elsősorban a napistennek való tisztelet jegyéül. Ez például Stone és Wootash. Kívül köveket lehet látni, kőköröket, belül pedig faköröket lehet látni. És azok, akik ezt megcsinálták, azok meg fakirok voltak. Tehát ezt végigcsinálni. Létezik az úgynevezett Seahenge. Tehát tenger. Ez úgy derült ki, hogy amikor visszahúzódik a tenger, és ott azért elég rendesen visszamegy, gyakorlatilag ott látható, amit megépítettek annak idején. Tehát itt a tengeristeneknek áldoztak, illetve próbálták. Létezik az úgynevezett Earthhenge, vagy földmunkával, tehát itt nincsenek kövek, nincs semmi, itt inkább a tájolás van csak és kész. Tehát ez a hosszú út arra az azt jelenti, de kisebb halmokat hoztak létre, és ilyen körkörösen próbálták ugyanígy ábrázolni. Ami izgalmas, megint ott két középen, az egyenesen, hogy így rézsút megyünk át, ott látunk, hogy ki van hagyva egy rész. Az azt jelenti, hogy a felső ív, az a nap éjegyenlőség, éjszaka, nap éjegyenlőség, de nappal, tehát nagyon profi. Sőt, na ez egy nagyon izgalmas, ezt a vaskorban, hogy mondjam, azzal azonosították a vaskorból származó, ez az Oxfordshire, tehát a megyében, ezek a járt utak vannak, de ez röntgen felvétellel készült, tudtak valamit a korabeli leírásokról, és ezért készítették. És itt van megint egy profi dolog, ha most valaki jobban nézi, lát valamit ott vár, ott van egy sisakos alak, és az ezével mutat a kardjával, hogy középen, ott a Stonehenge feliratnál van a kardja vége, és ott a keze, karja, feje és egy rendes lovag is sisak van rajta. Azért megmutatom máshol is, hogy jobban lehessen látni, mert hogy itt is nézzük, csak ott megint a plejádok ott jobbra. Balra a nap, amiről érkeznek, ugye a Rénapisten és a Stonehenge viszont ugyanerre mutat rá, ez pedig itt a kardjával mutat rá, ugye a Stonehenge gyakorlatilag onnan az idegenek érkeztek. Tehát ez eredeti Google Earth-ről letöltött, és röntgen felvételekkel bemutatott csillagtérkép. Na most nézzük meg, hogyha ráhelyeznénk ezt a centrikus kört a Stonehenge-re, gyakorlatilag a központi kör az ott van, és körbe, ahol a centrikus szélén ez a vastag világító sáv, körsáv, ez kijelöli ugyanezt. Tehát ugyanerről van szó, ugyanezt mutatják. Nagyon sok Skóciában van, én nem hiszem, hogy most megyünk, de jó lenne menni, szintén ugyanilyen kő megalitok vannak. Itt már csak megalitnak nevezik, de azért azt tudni kell, hogy ezeknek mind-mind éneklőkövek, tehát ha megütik, akkor peng, illetve nagyon érdekes hangot ad ki, és mindegy energiát vonz be ebbe a körbe. Akik ide beállnak, azok föltöltődhetnek. Úgyhogy, de léteznek szintén Kalanish területén egy ilyen különleges, középen ott a kör, csak ennek vannak, ugye láthatjuk így kereszt irányba a kereszt, oda kimegy, na az a, megint a felső része a napi egyenlőség, a féléves, és alsó része pedig szintén a második váltás. Tehát rengeteg, de óriási, ez például egy 4500 éves Stonehenge, 104 méter átmérőjű, tehát nem kicsi, sokkal nagyobb, mint a Salisbury, amit úgy mondjuk, hogy klasszikusan annak nevezünk. Na itt van szintén, tessék, ja, lekapcsol, bármilyen gombot. Köszönöm. Tehát gyakorlatilag itt szintén egy speciális gyűrűt lehet látni, ahol ugyanezek a kövek előfordulnak. Megint csak tájolási pont. Láthatjuk ott is, hogy rézsútba átmegy egy átmetsző egyenes. Azt mindig kitapossák, hogyha a fű ott elkezdene nőni, mert hogy megint a tavaszi-őszi napi egyenesség. Sőt, a Salisbury, amikor épp is egész volt, akkor azon keresztül bevilágította az úgynevezett központi részre, arra a csillagra, ahonnan Ré Napisten
jött, szimbolikusan síkba mutatják meg, ez megint szintén Svédországban van, tehát mondom a világon nagyon, most csak itt néhányat mutatok, szint ez Írországban, Olvasországban még nem készítettem, de Írországban van mindenképpen. Aztán a Woodhenge például, ez a Chukchia, Mississippi, ez azért érdekes, mert itt már megvannak jelölve a napi egyenlőségeknek a különböző pontjai. Látjuk ott azt a, megint azt a rézsus metszőt, és középen, mint egy obeliszk, egy fa van letűzve, és az összes többi körbe. Ezek tájolók megint, és rituálisan a napfelkeltét, a napi egyenlőséget, és minden egyes olyan rituális, amikor ők ezeket az energiákat idézőjelbe veszik, és magukba építik. Szintén Írországban van egy másik, tehát rengeteg van, tehát azért mondom, amikor Stonehenge-ről beszélünk, millió, nem millió, de nagyon-nagyon sok van szert a világban, Ausztráliától kezdve mindenütt, itt szintén ugyanilyen látszik, és itt a két bejárati kő, ott lehet látni itt az elején alulról, két ilyen obeliszerű, de nem az csak egy ilyen nagyméretű kő, egy 6-8 tonnás kő innen és onnan is, ez mint egy, megint az irányt meghatározzák, a metsző egyenest határozzák meg. Aztán szintén a 12 méter mélyen látható ez a Michigan tó alján, tehát mindenütt van, és ugyanez csak hát úgy, hogy ott rajta azokon, amiről lekaparták ezeket a kövületeket, kagylókat, stb., ott találtak bizonyos 10 000 évvel ezelőtti kipusztult állatfajokat, tehát magyarul ábráit, ugye vésett ábráit, ami azt jelenti, hogy ezek nem ma épültek. Tehát mondom, a Stonehenge-et 7 000 évre becsülik. Ez például a Michigan tóval valószínű, hogy akkor még nem volt tó. Tehát ilyen nagyon sok van, amikor úgy beszakad valami, átszakad egy gát, már úgy mondom, egy földrész, egy ilyen hegyek között, egy völgy, és az tele lesz vízzel. Valószínű. Új-Mexikóban szintén találkoztatunk az Orion csillagkép szimbóluma, ott látjuk középen, és nézzük meg a szemét, orrát, gyakorlatilag úgy lent, mint fent. Tehát ott is van ábrázolva, a jobb oldalra, az ugye ezt beszéltük, hogy az a Aldebarán, és középen a szája, vagy itt a szája inkább, az gyakorlatilag az, ahonnan az idegenek jöttek, és ott a nyíl az irányt határozza meg. Aztán, és itt van a híres pergament, amiből lehet most már jobban érteni, hogy miről beszélek. A külső párhuzamos körsáv jelöli az érkezést, csak rafináltul szétszették a Plejádok csillagait. Az Orioné, ott látjuk baloldalt azt a keresztet, baloldalt fönt rézsút, így 45 fokba, a körében belül. Viszont a Plejádokot szétszették, hogy ne tudják, hogy honnan érkezik. Tehát azért ez titkos, ugye, és Salamon királynak volt ez a pergament, ami megdöbbentő. És öt lehet látni, hogy a Orion az a lila X-szerű valami, az az Orion csillagkép, és mellette itt összerakjuk a Plejádok csillagképét. És az Orion öv, nézzük csak, az Orion öv, meg a Plejádoknak a rúdja, az gyakorlatilag a közepére mutatna elvileg, csak oda egymás mellé tettem, ha rá kellett volna tennem, de akkor nem látjuk, ugye. És akkor nézzük meg, hogy ott kijelöli ezt a speciális pontot, és az a speciális pont, ahonnan érkezett ugye Rénapisten. Az egyháznál ugyanott vannak az Orion övnek a szimbolikus jelképrendszere, csak csönd van róla, ugye hát rére esküdnek. Nézzük meg a vatikáni Szent Péter tér, na ott közepén mit keres ott egy obeliszt? Na, nagyon sokat, havi nem tudom mennyit, de valójában teljesen másról van szó, ugyanis itt ez a két-két félkörív, az ugyanaz, mint a Stonehenge-nél, az a két. Ez a szakasz, ez a, mit tudom én, a napkeltétől, illetve a napnyugtáig menő része végig halad, és azért van középen az oszlop, mert láthatjuk ott kifestetten azokat a fehér sávokat. Az maga az Orion csillagképnek, nagyon tudják a dolgot. Ha középre rakom ezt, és a nap kell ekkor és ekkor innen, ezen a félkörével halad végig, és az árnyék kirajzolja ezt a speciális Orion övet. Ott az árnyék. És jellegzetes pontok vannak,
Olajozottam ez a dolog. Gyakorlatilag sietem, nyikorogtam, akkor még így volt nálam. Tehát gyakorlatilag ezek a fehér sávok, ezek azért érdekesek, mert ezek az Orion-övnek, és nézzük meg, tényleg ott van az Orion-öv. És nagyon sok épületen, például, hogyha elmegyünk a nem létező tévészékház létező részéhez, ott belülről a falakon, ott lehet látni a korlátok, azok mind ilyen Orion övet, illetve Orion csillagképet, még nem ugyanaz. De gyakorlatilag azért kell, hogy az árnyékot gyakorlatilag egy napóra, nem tudom máshogy mondani, és másnap reggel, ahogy halad, mindig odébb, de a jellegzetes kezdő és záró egy napon belül, az az Orion csillagképnek ez az ábrázolása. Aztán arról nem beszélek, hogy itt fönt középen, itt egy keresztet tart valaki, az meg Szent Péter. Szent Péter kulcssal a kezében. Tehát a Szent Péter a kulcs, nem ő. Kezében tart valóban egy kulcsot. Csak itt az a lényeg, hogyha itt egyenesen azon az úton most végigmennénk főfele, akkor eljutnánk az angyalvárhoz. Az angyalváron három obeliszk van. A három, megint a három. Aldeborán, a HD238, stb. Ott vannak, és akkor most jön a döbbenet. Ugye úgy van, hogy Róma hét dombja. Hét dombja. Jobbra ott van valóban a Plejádok csillagképének a mesterségesen létrehozott dombja. Tehát a hét domb, aminek a szára rámutat egy helyre, innen pedig az Orion öv, ez itt középen az az Orion öv, három pötty, ugye, három bolygója, és a kettő metzi egymást, és ott van az angyalvár, de véletlen. Angyalvár. Miért angyal? Hát az angyalok az égből. És aki látta már, hogy hogy néz ki az épület, az angyalvár, az egy űrhajó formájú, olyan, mint a Guadalupe-i szűz anyának a temploma, ami szintén ilyen, csak ilyen csúcsba is végződik még, de alapvetően ugyanez, angyalvár, ott laktak, ott tanyáztak. És most jön az igazi kulcs, amikor ezt megnézzük, akkor középen ez az Orion, ez a kulcsnak a feje, van a szára, elmegy egészen az angyalvárig, és ott meg a tollává válik, már úgy ismerjük a tolla, a kulcsnak a tolla, amit az árba teszünk bele. Na most ott az a három, az pont így helyezkedik el, mint a kulcsnak, és itt pedig a fogó része, nem tudom más, hogy nagyon ki van találva. Én ezt kutattam, és rengeteg országban találtam meg, általában Prágától kezdve, olyan Vilnius, és sorolhatnám, Budapesti vár, gyakorlatilag a Plejádok csillagi formája lehet kialakítva. A Varsói vár, sorolhat a Vilniuszi, ezek mind-mind a Plejádok, vagyis a bikacom formájára hasonlítanak. Sőt, Etiópiában, mondom Etiópia, tehát nem a szomszéd, odáig jutottak, hogy van a vár, gyakorlatilag egy ilyen, mint egy szögletes ember, kezében egy kulcs, ez a várnak a fala végig, és ott van a két lába, és a kulcssal mutat szintén a másik oldalról a Plejádok csillagképének a különböző pontjaira. És ez mindenütt megvan. Ez valami döbbenetes. Majd lehet, hogy egyszer ezeket levetítem, megmutatom. Nagyon sokat kellett összeszednem belőle, de rájöttem az egész rendszer az ilyen. Gyakorlatilag most itt azt mutatom, ismerjük a pápa jelet, ezt a P betűt. A Plejádoknak a csillagképe, nem betű, az nem betű, mindig tudták. Nagy Sándornak például az úgynevezett ezek a hordozó jelek, amikkel összegyűjtötték az ezredeket vagy századokat, mármint a katonákat, ezeket tartották fenn, és ott van a három, az Orion ő például, ez azon a jel, a szimbólum, nem tudom, hogy itt benne lesz-e, de, és nézzük meg, ott a bal felső ábrán, ott van az a P betű, vagy a Plejádoknak a csillag pontjai, annak a rúdja átvonul teljesen ugye az Orion övön. Tehát ugye ez a meghosszabbított egyenes. Na most nézzük meg, hogy itt van például az angol brit zászló. Orion övé.
szintén. És ott meg középen a balra, az a, az egyház használja szintén, és ott van az Orion, az a kis vonal keresztbe rézsút. És itt meg az irányban meghatározza, látjuk a P betű alatt, ott van egy nyíl irány, hogy arra kell érteni, és ezek mind-mind arra emlékeztetnek, hogy a Réna Pistén úgymond itt járt, itt az Orion őv, itt van a gízai piramisok, és itt van a Völtét Center, így építették fel ebben a leosztásban. De mai napig is ám ilyenek zajlanak, úgyhogy ne higgyük, hogy véletlen, de hát. Nézzük meg Maliba, hogy ott mit kereshetett ez az egész történet. Ugye Afrikában látható a Dogon néptörzs, akik, ma már beszéltem róla talán, hogy milyen szimpatikus arcokat örökítettek meg, tehát a földön kívülieket, ugye nagy szemük volt, stb. És nézzük meg, hogy a Bika csillagkép, és ott van az Orion őv, illetve az Orion csillagkép, az a fehér, ilyen különleges, annak a négy pontja, azok a különböző bolygói, és mellette a Bika, az Aldebarán csillagkép. Mert a Bika comb az kell, tehát ez összetartozik. Na jó, de ő a Dogon törzs, tehát mit keres? Ugye ők azok, akik gyönyörűen előre megmondták, még a csillagászok is, csak amikor a Hubble űrteleszkopot föllőtték, akkor jöttek rá, hogy amiket mondtak, ez teljesen igaz, ugyanis ők a Sirius ABC és plusz egy egyéb bolygót mondták, hogy az nem egy, de az világít a Sirius, de az nem egy, az négy. És aztán ma már tudjuk, hogy tényleg négy, csak hát kezdetleges néptörzs. De azért rajzolja az Orion övet, a fejükön viselik, ugye az idegenekként, és ott van a Bika csillagkép, ami szintén, nézzük meg itt mindegyik szint, és nézzük meg, hogy milyen fejek vannak. Tehát az Orion övhöz ez a fej tartozik, vagyis az az idegen típus. Aztán nézzük meg, hogy a antigravitációs, tehát ezek lebegni tudtak, ezért a táncukban nagyon sokszor megörökítik ezt, hogy Orion csillagkéből jöttek, és gyakorlatilag lebegtek a Föld felett. Azért bizonyos zenei ütemre, mindannyian egyszerre, hogy ezt szimbolizálják, hogy ezek lebegni voltak képesek. Igen, ám csak ezek nem kisméretűek, hanem nagyméretűek. Nézzük meg a különböző helységeiknek az ajtaján, ilyen faragványok vannak. Ott van fölül, megint látjuk az Orion csillagképet, igaz? Alatta ezt a különleges humanoid fejű idegen lény, és itt alul pedig egy másik, a krokodil, vagy helyesebben úgy mondjuk, hogy egy másik civilizációnak a képviselői, akik itt jártak. Tehát itt nem egyedül ők voltak fafaragványaikban, mert ez fából van kifaragva, szinte mindenütt őrzik. Itt külön megmutatom az Orion csillagkép, illetve a Bika csillagképet, ahol a szeme az az Aldebaránt mutatja. Múzeumokban is itt van, és ez a villásfa, ez jelképezi a Bikát, tehát ugye Viktorinak is mondhatnánk, de hát ők azért nem itt vannak. Gyakorlatilag a Orion csillagképet és mindenütt emlékeik között. És nézzük meg, valóban így igaz, így lehet szimbolizálni az Orion övet, illetve az Orion csillagait. És hogy ez mennyi kultúrával? Hát Arizonától kezdve, Örmény, Tirol, Arab Emírség, Walter Monikában, tehát azért mondom, hogy ne higgyük, hogy ez, tehát magyarul körbe utazták azok az idegenek a Földet, és különböző ilyen nyomokat hagytak. Abekobó, homok a nyomokba, vagy nyomok a homokba, de nem mindegy, persze. A Dogon ábrázolás, az egy film volt, nem tudom, láttuk ezt a filmet? De jó, egész 2,5 óra alatt a homokba sétál egy japán pasi, nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ők azt mondták, hogy homok a nyomokba. Erre mondtam, hogy én meg nyomok a homokba, hogy homok a nyomokba mindig összekeverni. Mert borzasztó izgalmas volt, ahogy hallod, ahogy serceg a homok a lába alatt egész 2 óra alatt. Na, a Dogon ábrázolásban szintén ott van, láthatjuk ott jobbra, az egy Dogon ábrázolás. És ott még, tehát ez a úgy lent, mint fent, tehát ez a háromszög, jobbra kitették a fejárdokot, ott fekete pöttyökkel, látjuk? És középen pedig ez a félholdszerű, sarlószerű, kiknek van ilyen, melyik országnak van félhold? Török. Na majd meg ne lepődjünk, amikor megmutatom, hogy a török félhold
hogy miket tud, honnan ered. Na, menjünk, tehát gyakorlatilag, és itt van ez az alsó, az a földok, a Ré-napistennek a lakhelye, és itt jobbra ugyanott van az Orion csillagkép, és az Orionnál látjuk, hogy pont rá metszőlegesen van az a három pötty. Látjuk ott középen? Itt bal oldalt mutatom a jól értékelhető ábrát, jobbra pedig az ő ábrázolásukban ott van minden, ott van ott az Orion, öv, látjuk, illetve az Orion csillagkép, a Plejádok csillagkép, és úgy lent, mint fenn, ott van középen az a fehér ilyen tüskes valami, ahonnan a Ré-napisten érkezett. Sumér táblán, 5000-7000 éves, Sumér táblán ott van, nézzük balról a Plejádok csillagképe. Jobbról a Bika, ott van a Bika csillagkép. Megint az Aldebarán a szemét mutatja. És ott pedig egy csillagharcos, aki egy félholszerűvel szágult. Ugye erre azt lehet hinni, hogy gyakorlatilag nem teljes bolygó, de bizony, majd meg fogjuk érteni, majd mutatni fogom. Nézzük egy Sumér pecséthenger. Bal oldalt ott van fönt megint a Plejádok hét kis bolygója, igaz? Látjuk. Alatta mellette az Orion öv. Fölötte, kicsit mögötte az a félhold, ami azt szimbolizálja, hogy gyakorlatilag az a bolygó, ahonnan jött ez a úgymond napisten. Tehát itt nagyon sok minden, itt meg aztán ugye van még ott jobbra lent a szárnyas napkoron fönn, és alatta, mert hogy azzal érkezett a DNS-ünknek a szimbolikus, azok a pöttyök ott kirakva. Tehát nagyon izgalmas dolgok. Nézzük meg, hogy ezek a, úgy mondjuk, hogy gántáncosok Arizonába, a fejükön viseljük, ott a három pötty, az Orion csillagkép, de itt nem azt jelenti, hanem a három úgy lent, mint fent. Azért van háromszög, kvázi háromszög formában elejezve az apacs indiánoknál. És akkor Cuscóban, hát ugrottunk megint egyet. Cuscóban, Mexikóban gyakorlatilag az inkáknál, most inkáknál tartunk már. Úgyhogy még inkább meg kell, hogy jegyezzem, hogy mennyire igaz ez az egész. Gyakorlatilag az inka ott van a középen, lehet látni, jó, mindenki látja, én nem, gyakorlatilag a bal oldalt lehet látni azt a hét pöttyöt. Ott van a Plejádok csillagkép. Ugye? Aztán itt föl, itt csak egyszerű kereszttel jelölik a Crux csillagképet, és fölötte jobbra ott van megint csak az Orion csillagkép ábrázolva, az olyan áthúzva. Azt a formát most már ismerjük. Gyakorlatilag, és bal oldalt a nap, ennél az ovális bal oldalt a nap, jobb oldalt pedig a hold látszik, és itt pedig alul, bal oldalt láthat a Plejádok hét pöttye fölött, két köré, az pedig a gyakorlatilag a tejútnak a szimbolikus képét ábrázolja. Hát, ja, ez egyébként aranyból készült kivételesen, úgyhogy valamit tudtak. Ugyanezt később az inkák, ugye, mint beszéltem, Nebrának nevezték ezt az egészet. Most ez érdekes lesz majd. Jobbra pedig a 13. században elhíresült, ugye, hogy mondjam, hirtelen megvilágosodtak, és a reneszánsz ideje kezdett lenni. Középen ott lehet látni Atlantiszt. Tehát azért érdekes módon összevágnak ezek a dolgok. És ott a nap, illetve a hold megint szintén egy burokban. A Viracocha például istenségnek szintén a feje fölött 2-4-6-7, ott van, látjuk, az a Plejánoknak a szimbóluma, és előtte középen van egy nagy pötty, zöld pötty, és itt jobbra meg jól lehet látni, ami szintén kijelöli, és itt ez a jobb oldali képen az a két sárga, és középen az a kék, az a meg úgy lenn, mint fent. Tehát mindenütt törekedtek arra, hogy közérthető legyen a történet. És most jön a döbbenet, ugye itt beszéltünk az inkáknál Nebráról. Majd beszélek az Nebré, de majd azt a szót majd fogjuk elemezni. Nebra városka létezik Németországban, ott van középen Nebra. És Nebránál, hogy nem, hát ott is egy Stonehenge. Ez Stonehenge csak véletlen, de így van, csak ez ugye, ez Woodhenge kettős kör, és középen ott van szintén egy kör. Tehát
gyakorlatilag a Nebrának a szónak majd az értelmét. Ez az a srác, aki körbeutazta a világot, és nagyon sok mindent összegyűjtött, olyan anyagokat. Bal oldalt alul, ott lehet látni, ez a zöld korong a polcon. Majd arról fogok beszélni, az amiről beszéltem, a Nebrának az üzenete, itt van már is, ez egy a bronzkorból származik, és gyakorlatilag, nézzük csak, ott középen az a rózsaszín, az Orion csillagkép, Orion öve megint, minden mindig megtalálható, ott fönt a tejút, az a, aztán a fél körív, ami gyakorlatilag a bolygónak, mivel sötétben van a többi része, az nem egy félkörív, csak annyit látunk belőle, sose lehet egészet látni. Valószínű, hogy olyan állásban van a takaró bolygója, hogy, nem lehet egybe látni. Na, és akkor... ja, és hát ott a plejádok, látjuk ott a plejádok, meg van ott középen az Orion öv első balról az első pöttye mellett, ott van a hét bolygó, össze van kicsit kékkel kötve, talán lehet látni. Aki még nem alszik, úgy értem. Lehet. Itt jobban lehet látni, most látjuk? Igen. Tehát én azért örülök, mert én mindig mondom, hogy ennek a népnek fel kell ébredni, és erre látok ébredést rendszeresen. Óriási öröm. Tehát mi az, hogy nem ébred a magyar nép? Csak János kicsi szünetet tart, arra fölijednek, hogy kaszkót akarok, ugye ismerjük a reklámot. Tehát azért jó ez, ugye? Tehát itt nyomon követem, hogy ki van fönn, de egyébként nem kell bántani azokat, mert mi nem aludtunk, ugye, hiszen éjjel egykor értünk haza gyakorlatilag, de és itt az a lényeg, hogy alfában jobban rögzül. Tehát ki lehet kérdezni majd később. Na nézzük, tehát itt most látjuk a Plejád csillagképet? Ott. Látjuk, igen. Ott, csak az a baj, hogy ez elnyeri a képernyőt, tehát nem tudom. Ja, meg hát ide van írva, hogy nagyon nehéz nem megtalálni. Tehát gyakorlatilag mindenütt nézzük itt megint az Orion öv, itt a jobb oldali. Gyakorlatilag jobb oldalt, ott van fönn a plejádok, mutat lefele, innen az Orion öv, mert hogy az jelöli ki, és a kettő meccés pontjánál ott van ez a speciális bolygó, ahonnan a Rénapisten minden ilyen kultikusan erre. És itt is szintén ezt térben megpróbálták ugyanígy térben, mert eredetileg ezek 3D-sek csak síkba, így tudják, a bal oldal a sík, a 3D-ben jobbra szinte. Ott van megint a pöttyök a jobbra, legszélén fönt a plejádok csillagkép lehet látni, és aztán bal oldalt ez a félhold, illetve hát aztán a Föld, mint olyan. Annyira, hogy az Eurón rajta van Nebra. Tehát jeleket adnak, csak ugye nem tudjuk, hogy mit kell érteni belőle. Hát ezt, ugye ez a 10 euróson van rajta, gyakorlatilag minden, amit elmondtam, ott középen a plejádok, itt van a félhold, megint a kijelölő rész, az Orion csillagkép, tehát nézzük meg, hogy Nebra Németország, mint olyan, ez a Neb és a Rá, vagy Réből fakad ez a szó, csak hát németek mióta beszélnek egyiptomiul. Ugye? Gyakorlatilag a Neb az egy szó, a Ránebből ered, a Ré, Ráneb egyiptomi. A Ré az a kötőjel elválaszt a Neb szócska, és mindjárt nézzük, hogy Ré az a nap istennek a szimbóluma, és a Ráneb itt van jobb oldalt, egy olyan stélé, amin ez van legfölül, ugye ez a második dinasztia volt, aki ezzel foglalkozott, és annak is a második királya, kő, bal oldalt a kő részen, ez megtalálható mai napig is, csak különleges jelentése van. Nézzük, csak ott van megint a centrikus kör középen, igaz? Alatta egy tál, igaz? Nem dödölle van benne, de... És 2, 4, 6, 7 csík. Plejádok csillagi, 7 csík, jó? És a lába az Orion övnek a szimbolikusa. De nem ezt ez jelenti igazán. A Ráneb volt egy ilyen Nebrá, ugye megfordítjuk. Ráneb az egy fáraó volt, és annak a sztéléje ez a rajz, illetve az előbb, amit mutattam, az azt jelenti madar vagy madár, ugye a sólyomot ebben az esetben. Aztán a koncentrikus kör, ahonnan jött, ő ott él, a Ré, a napisten, és alul a Neb vagy nép. Ez mit jelent lefordítva?
A görög makkerú a magyar királynak a jele, annak a szimbóluma, és annak a madara, vagyis királyt jelent, királymadár, ugye? A madár az magyart is jelent, egy magnépe, vagy madar népe, vagy magyar, stb. A korong, ami van, az a magyarul az úr, ura valaminek, ez azt jelenti. Tehát az a kör, az itt egy szimbolikus, és ez inkább szó, tehát értékeltő. Az edényt, ami alatta van, az pedig úgy van a nép. Tehát a tálból etetés a népet, a etetés az most is zajlik, hogy azt tudjuk. De ráadásul népetetés, tehát még csak, úgyhogy egyiptomiul is tudom már, az értelmesebb politikusa, gyakorlatilag és összeolvassa a magyar király ura a népének. Ez nem merem hangosan mondani, mert ez még fölteszi a koronát magára. Tehát, és akkor nézzük meg, a mai szórendel magyar király a nép ura. Tehát ez egyiptomi, mondom, képírással írtak, meg hát különböző rendszerekkel, szimbólumokkal, de gyönyörűen olvasható így magyarul. Szántai Lajos óriás ebben, nagyon-nagyon klassz és zseniális kutató is. Aztán nézzük meg a különböző ilyen istenek, akik a hajóval átszelték úgymond az eget. Hát gyakorlatilag ezek a speciális koponyák, ugye ez a Mária Rejhe, hogy a múzeumban látott ilyen nagyon sok, még van, amelyiknek a haja is megvan. Úgyhogy gyakorlatilag az emberek megpróbálták, ugye ezt valóban volt ilyen, hogy lécekkel, 6 hónapos korban. De van, amikor így születve, ilyen hosszú fejjel, és a gerinctengely, az nem ott van, ahol kéne, hanem tömegközéppontban, az tényleg földön kívüli. Ők csak megpróbálták, horkolást hallom, az jó. Vagy horgolnak, csak hangosan kötnek, jó, én van. Gyakorlatilag, a buzgóság elnyomja az ember. Gyakorlatilag itt lehet látni, hogy ezek a törzsek, bizonyos törzsi népek, itt például a kongóiak, azok gyakorlatilag lécekkel nyújtották a gyerekek fejét, és hát azért az egy kellemes dolog, olyan 1-2 éves korig, úgyhogy aztán lehet, hogy innen kapta a nevét, mert utána a Kong, és akkor nem tudom, de ó, és akkor ó, Kong, és akkor szóra, tehát ugye ebrál, rénebb, hát ugye lehet minden. Nagyon érdekes az egyháznál, nézzük csak meg ezen a márványlapon, ott vannak fönt a 7 csillag, ott van a fél hold, tehát tud róla az egyház is, úgyhogy vigyázzat, mert ő fegyház lesz belőle. Gyakorlatilag, és ott van a kereszt, ami megint az Orion övnek a szimbóluma, a hostengely. Tehát megint rámutat arra a csillagra, amit középen van. Nézzük csak meg, itt az a kereszt, azért mutatom, ott az Orion öv, a Plejádok, és az egyháznál bizony-bizony megtalálható minden. Itt jobbra is szintén lehet, illetve a földnek a tengelyére, az Orion öv, stb. Ezek mind-mind arra a területre mutatnak rá, ami megtalálható, és ott az egyenlítőre látjuk a földön, egyenlítő vonala, az a tavaszi-őszi napi egyenlőségnek a pont, a felezője. Úgyhogy fönt a Plejádok, középen az Orion, és egy irányba mutat. Nézzük csak meg ezeket a kegytárgyakat, amit ott legfölül látunk, a három úgy lent, mint fent, annak a szimbóluma. Ott van az Orion öv alatta közvetlenül, ugye, szimbolikus ábrázolása, és egy irányba mutat le, és középen a tükör a napkorong, vagyis az, ahonnan jött Ré napisten. Ezért nagyon-nagyon sok mindent tudnak, és hát ugye erről van szó, ide azért érzem bele, hogy így ne legyen nehéz felismerni. Nos, Skóciában, a Roslin kápolnánál szintén itt van ez a kereszt, és majd nézzük meg, hogy milyen érdekes dolgok látszanak majd. Ott van középen az Orion öv, látjuk? Ott vannak Orion csillagkép is. Alatta közvetlenül ott van ez a három pötty, ez az úgy lehet, mint fent. És a hozzá közeli, amire az Orion öv rámutat, az a HD 238-297-es Ré napistenek a bolygója.
Tehát itt a nyíl mutat arra, és itt pedig gyönyörűen látszik, és a plejádok szintén oda rámutat arra a bolygóra. Az Orion őv jelöli ki, ugye a függőleges, innen oldalról a plejádok, és ott, ahova mutatnak, ott vannak, meccés pontban, ott van a Napisten szálláshelye. A Szent Grálon is ott vannak bizony, az a három pötty alul. A Szent Grál ugye gyakorlatilag sokáig azt hitték, hogy valami más, ez egy kegytárgy, több filmben különböző dolgokat mondanak róla. Kiszállott a torkom, bocsánat. És ebben nem mondtam, mert mi szárad ki a torkom, nem ki. Na. A Szent Grálnak a vérvonalát jelenti, ott megint úgy lenni, mint fent. Az Orion őv megint mire mutat rá? Arra az alsó, háromszögnek alsó. A középső pontjára Ré Napisten ahonnan jön. Tehát rengeteg. És a rossz témben most még nem árulom meg, hogy ha azt megtalálom, én leszek a legboldogabb ember a Földön, mert tudom, hogy mit kell keresni, csak meg kell találni. Svédországban szintén ugyanígy ezek a tofta féle templomokban, ott van Orion őve, csak egy Z betűvel formálja, de az Orion övet átmetszi, és megint rámutat középen a napkorongra, és alul tudjuk, hogy három pötty van ezen a kejhen, és akkor ezt mutatja. Tehát középen itt jobbra, ahol láttuk, ahol világít, az a szép sárga korong, no, amire rámutat az Orion őv, három bolygója, gyakorlatilag ez a speciális, úgy lent, mint fent, itt ugye ugyanaz van. Ausztráliában szintén lehet látni az úgynevezett ősi isteneket, akik, hát ugye ennek égnek áll a haja, gondolom, mikor lejött a Földre, Úristen, még itt tartotok, te jó Isten, megyek vissza. És ez az űrhajó, amit előtte száguld, ezzel érkezett, és hát itt jobban lehet látni, hogy miről van szó. Azért emeltem ki, mert látszólag nem lehetne tudni. De bizony lehet tudni. Megint ott a plejádok csillagkép jobbra fönt, igaz? Ott van a félhold alakú dolog, itt van előtte a nyíl, és itt az a napkorong, ami jobbra az a napkorong, ami ez a három pötty, stb. Hát ezek azok, amiket a Sziú szimbólumok, Sziú indiánoknál ott van valami többenet, a sátron. Sátrokon nézzük, csak 2, 4, 6, 7 csillag van, ott fönt is van egy, az innen annyira nem látszik. A Sziú indiánok tisztában voltak ezzel. Tehát valami döbbenetes. Aztán ugye büszkék lettek, hogy csak ők tudják, és innentől Hiú indiánokká váltak már. De ott van megint csak a központi csillag, megint látjuk ez a nagy korong, ugye? Az az a Napistennek a szálláshelye. Ez a sátokon rajta van. És benne van az orioni ember, amit ma úgy nevezünk. Éme itt van. Tehát azért mutatom meg, hogy félelmetes, hogy a világ mely területén mind-mind ott vannak. És nézzük meg ugye a Bett és Barney Hill házaspár, mert hogy jön a csizma az asztalra? Nagyon egyszerű, ugye ők mentek hazafele, és egy űrhajó lebegett felettük, és aztán eltérítették, fölvitték a űrhajóra, és rárajzolták a testükre ezt a csillagképet, ami fölül látható, ahonnan jöttek az idegenek, alatta pedig, ugye, megint ott van, nézzük, csak balról ott van az a háromszög, megint, ugye, a plejádok, itt van mellette, szintén látszik, és ez a bolygó íve, ez meg egyenesen arra mutat, és az a középső megint, az a HD, akárhanyas, most már nem sorolom mindig, hogy gyakorlatilag itt is megmutatják, hogy gyakorlatilag az idegenek onnan jöttek. Tehát innen lehet tenni, hogy Ré úgymond él, meg az egész csapata, hiszen ezek a 60-as években történtek. Málta szigetén. Léteznek festett és 3D, vagyis dombor térképek. Ezen példa megtalálható, szintén megint ott van az Orion őv, a centrikus kör, gyakorlatilag, és az a dupla centrikus kör, az a sárga ott középen, tehát a plejádok csillagképe, tehát félelmetes, hogy mennyi helyen van, léteznek ezek a utalások, nem is tudom máshogy mondani. Tehát ugye ott van megint az Orion őve, a függőleges, itt a plejádok alul az a kék hét pötty szintén, ott van a három világító sárga, ahol gyakorlatilag a csúcsa megint az, ahonnan érkeztek. Tehát ezer helye. Nézzük meg, a Szent György katedrális van, Cape Townban.
ott van a Plejádok csillagkép, és nagyon sok ilyen, ezek a festett üvegeken, ezeket megörökítik mind, hiszen ők tudják nagyon jól. De nézzük meg, hogy Dél-Ciprus, ahol a fejlettség ugye elég alacsony szinten volt, gyakorlatilag ők azt mondják, hogy az Osiris Istennek a emlékére készített lelet ez, de hát ezeken is minden végig megtalálható. Ez például, ami a karjában van, ez a tejútnak a szimbóluma. Aztán ott van az a halott emberke, az a múmia gyakorlatilag, ami, és ott van alul a hüllő, látjuk a krokodilt alul, ugye? Ezek meg arról árulkodnak, hogy gyakorlatilag ugyanezek a lények eljöttek ide. Bal oldalt lehet látni ott a madár feje felett ezt a félkörívet, ezt a centrikus kört, aki, de itt az istenekről beszélnek, tehát ebben az esetben Osiris tiszteletéről. Szintén egy másik, egy Hopi indiánoknak a rajzai, ilyen bőrre rajzol dolgok. Nézzük csak a Plejádok alul balra az a hét. Rá egyenesen mutat, szintén lehet látni, szembe vele az Orion öv három csillaga, igaz? És középen ott van fönt az a félkörív, az a Lénapisten csillaga. Tehát szinte minden egyes területen. És akkor így már érthető, amiről beszéltem, és már ezt ugye mutattam, hogy a Stonehenge és környéki ugyanerről szól. Tikal, a maja piramisoknál. Nézzük csak, ezek csak nem úgy lettek leépítve, hogy te figyelj, itt ülj le, azt építs egyet, te is ott egy piramis, te... Nem. Ezek tudatosan a Plejádok csillagképét örökítették meg. Emlékezzünk csak, Róma hét dombja. Képesek voltak hét dombot, úgymond oda összehordani azért, hogy a Plejádok csillagképét azt megörökítsék. Aztán a Tassili hegységben, Tassili barlangban van ez a óriási marsarc, ahol nézzük csak, bal oldalt mellette van a Ré napistennek a szimbóluma. Ott az a korong, majdnem korong. Ő a marsistennek is hívják egyébként, és jobbra fönn pedig egy UFO-t lehet látni. Ugye ezt már biztos ismerjük ezt a képet, a nagy marsisten, azt azért rajzolta középre egy szemet, mert nem Kükrosz volt, csak ugye ők nem tudták, hogy az a nagy fekete, az egy rosté, vagyis benne a világűrbe utazva nehogy röntgen sugárzást kapjanak, meg különböző szemsérüléseket, ők azt hitték, hogy az a szeme. De hát nem az a szeme, hanem az csak ez a sötétítő rész. Megszűri az UV-t és egyebeket. Borobudurnak egy nagyon érdekes temploma szintén a Szent Kőr, ami ott fölül látható. Ez az úgynevezett istenek lakhelye, ez szintén hét lépcsős. Milyen véletlen, csupa héttel találkozunk. És hát itt a tetején lehet stuppákat látni, nem tudom, hogy mutatom-e, nem mutatom, mert hogy nem nincs itt, ez egy másik előadásban van. A stuppa, amivel itt közlekedtek benne a föld belső terén, antigravitációs eszközök voltak, pici vimánák inkább úgy mondom. És ugye a hét lépcső és fönn a hét csillag szimbóluma, a Plejádok hét csillag. Ott maga az épület a Plejádok szimbóluma. Borobudurnak szintén a templom fala, ott van középen, látjuk megint az a speciális rész, ahonnan érkeztek. Ott van a hét emberke, a hét kis manó, hét kis törpe. Három jobbról, az meg az Orionövet itt emberrel próbálták szimbolizálni. Itt van ugyanez a templom, amit az előbb mutattam. Nézzük meg Indonézia, Jáva szigete. Ott van az Orion csillagkép mesterségesen épített, vagy készített dombok, tehát hogy megmutathassák. Itt bal oldalt a Plejádok csillagképe látható, és itt a jobb oldali részen lehet jobban látni. És az a nagy sárga pötty, az pedig önmaga az a bolygó, ahonnan jött Ré napisten. Most itt a torahákról beszélhetek itt, ahol a bika szív, bika szarvot lehet látni, tehát ilyen építési stílusuk volt. Ez egy szimbólum, ami azt jelenti, hogy megörökítették, hogy ilyen hajókon, égi hajókon érkeztek a toraha néptörzshöz, égi csónakokon, és ezért ennek emlékére ez folyamatosan. Viszont a torahák ugyanígy megörökítik a
áldozati bikákat, mert rendszeresen áldoznak bikát, temetési rituálékhoz is használják, de a bikacsillagkép szülötteinek is épületek díszítésére is használják. Ugye a Aldabarán az egyik szeme, ugye az a hatalmas bolygó. Gyakorlatilag itt vannak a toraházak, látjuk, itt vannak a szimbólum, a csillaghajó, illetve a bikasza formáció. Annyit lehet, hogy különbség, hogy egy kicsit lájtosabb a csillaghajónak az íve, míg a bikaszarva az egy kicsit úgy élesebb, és tele van bikaszarva lagat, vagy az előbb mutattam. Nézzék, Valka Mónikában szintén lehet látni, ott az Orion csillagképet látjuk, ugye? Ott mutat egy helyre, és ott az istenségre mutat, ami azt jelenti, hogy onnan érkeztek, illetve így néztek, akik érkeztek. Itt van a budai vár, ott fölülről, gyakorlatilag ott a bikacom, látjuk, hogy ki van rajzolva? Hát igen, a Gellért hegy, és az egyik pontja az Isten hegy, a nevéket is figyeljük, Isten hegy, és a Teremtő Isten hegye. Akik létre, a Rénap Isten ott, ez itt nálunk is megvan ugyanígy. Aztán ugye a Pilisben, ott az Orion csillagkép, tehát vagy a prágai Csehországban, ott a bika, ott az a vár. Tökéletes bikacomkép, látjuk. Szintén a Prága központi szobra ott van elhelyezve, és ahhoz képest ez a Petrin hegy, ami szintén a csillag, akik ahonnan érkeztek. És most itt sorolhatnám, gyakorlatilag itt például Taurus hegynek, vagy Bika hegynek hívják. Tehát nem szégyellik, hanem igenis büszke. És középen ott lehet látni, abban a keretben az Orion csillagképnek a park így van elkészítve, hogy murvával le van szórva ebbe az átlós rendszerbe. És ott a Plejádok hét dombja szintén, ott látjuk azokat a gombócokat, a zöld gombócokat. Tehát valami döbbenetes, igen? Visszakérhetni Budapestet és Pilis. Mi is szeretnénk visszakérni. És most Budapestet? Balatont is. Jó, bocsánat, Prága. Drága Prága, na várjunk, itt volt valahol, itt a Budapest, igen. Azért elgondolkoztatók ezek, ugye? Vagy csak én gondolkoztam erről, te is hülyeséget? Na, szóval, menjünk tovább. Vilnius, ugye említettem, ugyanígy itt van, Görögország, Athén, ott van a Zeus templom, ott vannak a Plejádok, és ott van a Plejádok balról. Jobbra mindig mellé van téve, ahogy kell lássuk azon a helyen. Tehát Heliopolisnak nevezik szintén, mint a napváros, ahol az idegen úgymond a napból érkezett. Japán, hát szintén, ugyanis ott vannak a Plejádok balra fönt, itt az óriás félholdalak, amit mondtam, és az öt királyi domb, ami szintén a háromszögelési pontot jelöli ki, ahonnan érkezett az idegen. Kína, hét szirtet lehet látni, itt jobbra lehet látni megint ahonnan érkezett, bal oldalon megint a következő tájolási pont. Jeruzsálem, Dávid városa, szintén bikacom formáció a vár. És akkor ott az Abutor például, ahonnan érkezett az idegen. Tehát, és a USA, a Delaware indiánok, hát minden indián meg van őrülve ezekkel. Nézzük meg, ez a Delaware szimbólum rendszer minden rajta van. Nézzük meg ott az Orion öv fölül, igaz? Nézzük meg a nap jobbra, ahonnan érkezett az istenség. Gyakorlatilag itt ez az alsó, ez a háromszögszerű csillag, ahonnan érkezett. Aztán itt van az Orion övnek kékkel kijelölt szakasza. Aztán gyakorlatilag kezdetleges módon, de kifejezték ezt. Itt van, lehet, itt az ősapának mondják, a Plejádok csillagkép, az Orion öv, tehát minden. Itt a tejút, ez a sok-sok kék szakasz, tehát minden rajta van, és középen az Orion csillagkép gyakorlatilag. Az aranylemezeken, amit ugye az idegenek adtak át, ugye Izsákinak a Taraj sziklánál, 270 valamennyi aranylemezt, ami azért érdekes, hallottunk aranylemezekről? Igen, vagy nem mondja? Is, jó. Az Isis. De gyakorlatilag miről szól, arra nem, ezt idegenek átoktak egy pakkot, négyet egyébként,
egy a Pilisben van, amit már biztos elvittek, állami zárt terület. Gyakorlatilag 270 az emberiség, a naprendszer, az univerzummal kapcsolatos összes tudás. Hogyan lehet egy gömböt olyan pici, apró térhasábokra felosztani, hogy centikre itt még pozitív töltés, negatív pozitív, nem, mi nem tudjuk megoldani ma sem. Aztán, hogy hogyan bővült az univerzum, tehát olyanokat adták az emberiségnek át, valami döbbenetes. Nagyon érdekes az például a betűik, azok nagyon hasonlítanak a rúnaírásra. És gyakorlatilag van egy izgalmas rész benne, hogy ki iszilon, aztán zsi, és különböző olyan betűk vannak, ami csak a magyarban van. Ilyenből áll a betűrendszerük, plusz a mi magyarjaink. És nagyon érdekes az az ábra, amit itt lehet látni, gyakorlatilag hogyan ábrázolták például, mert ott különböző lényeket, nagyon sokféle lényt leírnak, hogy néznek ki. És most a földi embert mutatom, tehát itt van egy kör, van a test, a láb, igaz? És akkor itt van a két kéz, a férfiaknál itt van két golyó. A hölgyeknek meg fölcsúszik a két golyó. És ettől hölgy. Olyan egyszerű rendszer, hogy valami félelmetes. Nagyon, nagyon érdekes. És középen megint ott van az orosz zsé. Ugye? Tehát megint úgy lent, mint fent. Mert az azt jelenti, hogy középen el van, ugye ott így van, itt meg ugyanaz tükröződik. Úgy, mint lent, fent. Egyébként vallják, és gyakorlatilag azt mutatják meg, hogy tükröződéssel bővült mindig az univerzum. Tehát, ha itt keletkezett valami, tükröződéssel keletkezett, ugyanolyan távolság volt. Igen, de akkor tükröződött erre is, onnan tükröződött arra is, és így, döbbenetes. Megvan az egész titkos anyag, majd egyszer lehet, hogyha van rá idő, affinitás és lehetőség, akkor ezeket jó néhányakat még beszélhetünk majd. Na nézzük meg, hogy hát itt van, ez Spanyolországban egy UFO alján találták, illetve fényképezték le ezt a jelet, ez megint a orosz zsé betű. Én meg úgy neveztem csak, hogy ez azt jelenti, ez az ő jelük, valamelyik civilizációé, és azt jelenti, hogy intelligens, értelmesek. Na most erre mi megépítjük ezeket a jeleket. Hát lejönnek, körbe röhögnek, azt elmennek, hogy értem, vicceljünk már. Ugye, ahogy Nemere István mondta, megint plogizálok tőle, hogy kutatások folynak, hogy létezik-e értelmes élet a Földön. Hát, és Nemere Istvántól plogizáltam, tehát nem kívánok idegen tollakkal érdekelni, de büszke vagyok rá, hogy ilyen kutatótársaim vannak. Zárójelben jegyzem meg, hogy világcsúcsot állított fel István. 782-5 könyvet írt. Világon ennyit nem írt még senki. Na, gyakorlatilag, tehát ez jobban kielemezve, ezt a jelet a Magyar UFO Kutató, a Budapesti UFO Kutató Szövetség, az Budapesti UFO Kutató csoport, nem tudom minek nevezzem. Én annak idején ott kezdtem a nem létező pályafutáson, és ott a paranormál jelenségekkel foglalkoztam. Na most ott úgy döntöttünk, hogy ezt megépítjük nagyba, 400 méterszer 200 méteresbe. A Tiszai Vegyi Kombinát adta hozzá a fóliát, azt a vastag fóliát, azt terítettük le a földmérőnk, geodétáink, azok kimérték, jelölték, nagyon precízen meg volt csinálva. Repülőtér megengedte, mert nem mondtam, hogy hol. Hát a budaörsi repülőtéren magán csinálhattuk meg. Gyakorlatilag ami óriási dolog, teljesen be voltak lelkesülve, ugyanis azt tudni kell, hogy a budaörsi repülőtér felett rendszeresen egy ilyen karácsonyfa formájú űrhajó szinte két naponta elszállogatott rendszeresen. Na most mi ezt lehívójelnek neveztük, és hát akkor ide lehívjuk őket, hát jöjjenek le egy felest, iszunk közösen, aztán majd meglátjuk a többit. És akkor megengedték, hogy ott leképítsük, és akkor ilyen 5 méter széles, jó vastag fóliával ezt a jelet kiraktuk, és hát akkor még nem Gáspáré volt a murvabánya,
de gyakorlatilag morvát kaptunk, teherautó számra leszállították, és tehát hogy ne fű ne nőjön ki, azért ezzel beszóltuk, hogy 5 centi magasan, és hát akkor na, onnantól kezdve jött a várakozás, hogy mikor jönnek. Hát az hamar elmúlt, mert ugye mondta a reptér, kész vagytok, igen, na most takarodok ki mindenkinek, senki nem lehet itt többet, nem engedtek be. Hát ez olyan magyarosan, huszárosan megoldva. Rendszeresen megjelentek továbbra is a tűrhajók. Na mindegy, itt lehet és stilizáltan, és hát ezt csináltuk, ezt gyakorlatilag, ez 400 méterszer 200 méteres ez a jel, és hát az Orion csillagképet is szimbolizálja, meg hát lehívó jelnek gondoltuk mi, de hát mondom, lejöttek, körberögtek, azt mentek tovább. És hát ugye most nézzük meg akkor az Orion őv, hányféle képen ábrázoltuk, ugye ma már vettünk sok ilyet, hogy mindenütt megjelent azzal, csak egy kicsit más formációban, de ugyanígy. Ugye itt vannak ezek a mind-mind, ugye ezek a dogon például, a dogonok, aztán ugye ezek a delavárok, és akkor ugye a spanyolországi, meg hát a mi UFO klubunk is megcsinálta, ez a budapesti UFO klub, igen. Itt a Delaware Orion csillagkép jele, és hát én merészeltem venni a bátorságot, hogy rá fotóztam, vagy rá rajzoltam, mert hogy ez így van. Kérhetünk vissza? Bocsánat. Persze. Ezt vagy a előbb? Nem, ezt. Nem ezt, akkor azt. Ezt. De nem ez, az nem az. Azt tudjuk, hogy mi a nem ez? Anyag. Hát azért mondom. Ugye, na mindegy. Ez is olyan mentéket szoktak csinálni, tehát mentébe lehet jönni, de jöttébe nem lehet menni. Jöttében élő nemzet, de még senki nem nemzet. Ez is igaz. No, hát akkor én hirtelen, ez nincs. Én hirtelen felindulásomból ennyit szerettem volna mondani. Gyakorlatilag, aki még nem alszik, az ezután bátran megkezdheti. Aki meg alszik, annak további jó pihenést kívánok. Köszönöm.